kiszáll az ember szájában az eljárásban. Feladataink közé tartozik a környezetvédelem, amely ugyancsak hát ebben az előbb említett témakörben napi rendre kerül. Én magam személyesen építészmérnök vagyok, és építészeti kérdésekkel, város település rendezési kérdésekkel foglalkozom. Budapest egyes részeinek, csak Budapesten is foglalkoztam. Személy szerint némi egyéb közöm is van polgárhoz, mert amikor az 1980-as évek végén egy takarékszövetkezeti bankot akartak létrehozni, akkor elszegődtem ennek a létrehozásához, főleg a lakásgazdálkodási kérdésekben tanácsadójának, amihez a polgári takarékszövetkezetnél voltam alkalmazásban, úgyhogy ezt szeretném azért polgárra való személyes kapcsolatunkban elmondani. És van nekünk egy fákja klubunk, amely minden hónapban összejöveteleket tart, és társadalmi kérdésekkel, legkülönbözőbb társadalmi kérdésekkel foglalkozik. Hát ennyit szerettem volna bemutatásra elmondani, és akkor visszaadom a szót. Köszönjük szépen a bemutatkozást. Akkor még megkérném Barabás Györgyöt, a Mix ügyelőtestőnél tagját, hogy mutassa be a Mixet még egy pár szóval. Én is jó napot kívánok mindenkinek, tisztelettel köszöntök mindenkit. Mixről röviden szeretnék mondani egy pár szót, hogy azért megismerjék ezt a szervezetet, ami tulajdonképpen a polgárhoz erősen kötődik, mert 2007. szeptember 23-án alakult Tiszaújvárosban, és ebben a polgári fiatalok is nagy-nagy aktivitással részt vettek, köztük Kovács Máté is. Ezt követően sorra alakultak a napszervezeteink Egerben, Egerszalókon, Ecséden, Miskolcon, Budapesten, Szomolyán. Később sajnos ezek közül volt, aki feloszlott, megszűnt, de mi nem adtuk fel. És 2009-ben egy komolyabb lendülettel, egy új vezetéssel újra szerveztük az eredeti célkitűzéseinknek megfelelően a tevékenységünket, ami eredménye is vezetett. Ezt követően új kapcsolatok születtek, és egyre több szervezettel kerültünk kapcsolatba, így a Május 1-es társasággal, a Maszkár társasággal, a Magyar Szociális Fórum Mozgalmakért Alapítvánnyal, és ezen kapcsolatban a kubai nagykövetséggel, a venezuelaival, a szíriaival és a norvéggal eddig. És ezen kapcsolatok eredményeként két fővel részt vehettünk Prágában az Európai Szociális Fórum Kelet-Európai Regionális Konferenciáján. Szlovák testvérszervezetünk kongresszusán 2010-ben részt vettünk, akiket szintén viszont mi is meghívtunk. Felvettük még ezen kívül a kapcsolatot a cseh és az ukrán testvérszervezetünkkel is, és a nemzetközi kapcsolatok további építése és bővülése folyamatban van. Megalkottuk ifjúságpolitikai programunkat, melyet társadalmi szervezeteknek elküldtünk, tehát ezzel egy szélesebb körű vitára bocsájtottuk, és érkeztek is visszajelzések, pozitív is, meg kritikai is, és ennek összegzéseként tartottunk egy konferenciát erről Budapesten. Voltak olyan a választásokon induló képviselőjelöltek is, akik szó szerint átvették a programunkat, ennek egyébként örülünk is. Ezen kívül aktuál politikai kérdésekben nyilatkozatokat, állásfoglalásokat adtunk ki. Többek között az új alkotmány tervezetét is véleményeztük tavaly szeptemberében. Szerveztünk Mikulás ünnepséget szegény családok gyermekei számára, és tavaly első évben gyermeknapot is, ami sajnos ebben az évben támogató hiányában elmaradt. Kértük felvételünket a DISZ-hez, aki 2010-ben fel is kérte minket a világifjúsági találkozónak a hazai megszervezésére, ami sajnos anyagi fedezet hiány szintén nem sikerült. Összegzésként annyit kívánok mondani, hogy tevékenységüket baloldali értékek mentén végezzük, választásokon segítettük is a baloldali jelöltjeit, de jelenleg egyetlen politikai párt mellett sem köteleztük el magunkat. További újságunk még van a rendezvény végén fogok adni. Köszönöm. Köszönjük szépen, és akkor végül is amiért ide jöttünk, átadnám a szót a professzor úrnak, hogy levezesse az előadást. Most kérek, mivel van?